Több asztalnál ültek fiatalok az egyik szekszárdi bisztró teraszán hétfő délután. Erre van is lehetőségük, hiszen a május 4-től életbe lépett enyhítő rendeletek értelmében lehet enni-inni az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó kert helyiségében vagy teraszán. Az étterembe azonban csak a belső illemhely használata céljából lehet bemenni. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondta, az önkormányzattól eddig 4 étterem kért közterület használatba vételi engedélyt erre a célra. Hétfőtől beindult az élet más területen is, újra nyitva lehetnek 3 óra után az üzletek, és a kijárási korlátozás is megszűnt. Ezzel együtt a sportélet is fellendül, ha hagyják. Kinyitott a szekszárdi sportközpont, bár ezt nem tudjuk megmutatni, mert a létesítmény igazgatója számunkra érthetetlen okokból megtiltott a munkatársunknak, hogy a témához illő felvételeket készítsen a helyszínen. Ilyet közösségi sportlétesítmény vezetője Szekszárdon az elmúlt 30 évben még nem tett. Valomsoki Krisztiánt egyébként korábban felelőtlen gazdálkodás miatt már szakmai alkalmatlansággal vádolta az egyik helyi civil szervezet. Mindenki maga döntse el, hogy az ilyen hozzáállás alkalmassá teszi a sportvezetőnek. Hamarosan egyébként kinyithat a strand is. A polgármester utasította a sportközpont vezetőjét, hogy kezdjenek el felkészülni a szezonra. Ha ez a feladat sikerülni fog Malomsoki Krisztiánnak, akkor a következő hetekben a döntés is megszülethet majd a nyitásról. Tulajdonképpen azt a döntést vontam vissza, amellyel a fürdőt és a sportcsarnokot bezártam. Így a fürdőnél is a felújításra a lehetőség megnyit, sőt a nyitásra is tulajdonképpen ez elvi lehetőség megvan, hát meglátjuk, hogy majd a következő hetek meg mit hoznak, mondjuk éppen a vírus elérésével kapcsolatban, és akkor a konkrét döntéseket majd akkor fogjuk meghozni. Újra nyitva lesz május 9-től szombattól a szekszárdi piac is. Szerdán, pénteken és szombaton tehát ismét lehet majd zöldséget, gyümölcsöt, füstölt árut árulni és vásárolni a helyi termelőktől, ám szigorú szabályok mentén. A maszk és a kesztyű használata például kötelező lesz az árusok számára, a 1,5 méteres távolságot mindenkinek tartania kell, és ami még ennél is lényegesebb, hogy a 65 év felettiek 8 és 10 óra között mehetnek csak a piacra vásárolni. A többi korosztály ezen időpont előtt és után látogathat ki a piac térre. Ezen kívül egyéb változásra is lehet majd számítani, például az árusok között több méteres távolság lesz, és meghatározott útvonalon közlekedhetnek majd a vásárlók is, mondta Ács Rezső. Ez a vagyonkezelő Kft. Fog felelni azért, hogy a megfelelő igényes körülményeket mint az eladók, mind a vevők be tudják tartani. Ha kell, akkor védőfelszerelése is fogja majd segíteni az ott dolgozók és az odalátogatóknak a munkáját és a vásárlását. Mindenféleképpen a maszk és a kesztyű használatát elő fogjuk írni az árusok számára. Ács Rezső elmondta, a védőfelszerelések beszerzése terén is jól áll a város, jelenleg 17.500 maszk és 31.000 kesztyű van raktáron.